segítek, a 24-es végállomásánál vagyunk. Ez egy hudokvágány lenne, szerintem. Ilyen többvágányos villamosfordító, viszont le van zárva, nem használják rá. Vagy átépítik, vagy lehet, hogy van hosszabbítás, épül itt. Már azt nem tudom, lehet, hogy még arrafele tartanak a sinek. Nem úgy tűnik, azt hiszem, hogy sima hudokvágány. Csak valamiért le van zárva. Szóval nem, mert egyébként van felső vezeték mindenhol, csak szerintem itt éppen építkeznek. De mindjárt megmutatom a 24-esnek a végállomását, ott egyszerűen elindul a villamos vissza. Tehát szokásos két oldali vezetőfülkés megoldás. Mert láttam ma már egy hudokvágányt az 50-esnél, ami csak egy sima visszafordító volt. Közben megérkezett még egy. Mondom, ez itt a zöld jelzés. Sosem a piros. Annak külön nincs jelzése. De hát itt lehet bemenni a hudokba. Lehetne. És egyébként, na, és most megjön a zöld jelzés. És már mindjárt megnézzük a futárt, hogy ez mikor indul. Ezt nézzétek, itt van a helyi futár. Nem tudom, mennyire látjátok. Fényképezni nem lehet, nagyon villog. Talán videózni még, igen. 2 perc múlva megy egy 24-es, és 7 perc múlva egy 6-os. Akkor inkább megvárom a 6-ost, azzal még úgyse utaztam ma. Ilyen az összes a csapatnak a többi tagja, akikkel ugye szomszédok vagyunk a szálláson is, meg a vonaton is, egy helyen ültünk, de ők elmentek a fizetett városnézésre. Úgyhogy ők 8:30-kor már indultak, és akkor mennek különböző buszokkal, mint mindenhol viszik őket városnézni. Hát én meg úgy gondoltam, hogy megyek, amerre gondolom. Előttünk az egész nap ugye, csak nyugodtan. És ott is jön egy másik villamos, ezt nézzétek. Na, ez már 6-os lesz, vagy még mindig 24-es? Úgyhogy így nem kell sietni, megyek arra, amerre éppen gondolom. Villamos vonalak, beutazás, és a többi. Nem, ez már 6-os, jó. Akkor ezzel fogok elmenni. Hoppá.